voltak már sima versenyeink, de akkor azt mi vívtuk ki, tehát saját erőből mondjuk megszöktünk és szereztünk egy akkora előnyt. Ez most ugye egy technikai hiba miatt alakult így, mert a Vandáéknak, ha jól tudom, akkor elment a kormányuk. Igazából nem örültünk neki, mert azért jó lett volna legalább egy világverseny. Ugye tavaly se voltunk már világverseny a pandémia miatt, úgyhogy jó lett volna egy világverseny előtt azért megnézni, vagy megméretni magunkat, hogy mit is tudunk valójában. Ugye a Vandáék páros az egy friss páros, de hát azért az, hogy a Vanda benne ül, akkor nyilván nem lehet olyan rossz páros, úgyhogy úgy gondolom, hogy igen, hogyha egy világverseny, normál esetben egy világverseny dobogó esélyes párosai küzdöttek volna meg, úgyhogy ez mindenképpen jó mérce lett volna. Általában ti jöttök be először, most viszont Adriánék hamarabb beértek CT-ig. Ez azt jelenti, hogy egy picit spóroltatok, tehát nem kellett maxot menni végig, mert 2-3 perc kell még simán benne maradt? Nem mentünk maxot, tehát egy jó leső iramot mentünk, vagy lehet, hogy még nem tudom, mert a végére megfagytunk mind a ketten, úgyhogy olyan nagy tempót nem mentünk, de azért ezt kérdeztem én is a Zsófitól verseny közben, hogy most mi megyünk ilyen lassan, vagy a fiúk jönnek nagyon gyorsan, de mind a kettőnknél volt óra, és néztük az órát, és nem mentünk olyan lassú tempót, úgyhogy szerintem itt az indítással is gondok voltak, meg a fiúk ott elől, az a két páros az nagyon húzta szerintem az iramot. A gyerekekről beszéljünk még, ugye te most már edző vagy, és láttuk a tanítványod, ott vannak a parton, úgy szurkoltak neked, mint hogyha a fejfej mellett haladtatok volna, hogy akkor te az első-második, miközben egy légüres térő mentetek. Mennyit hallottál ebből, és hogy esett? Hát abszolút hallottam. Aranyosak voltak, nagyon cukik voltak. Ugye 8 és 12 év közötti kislányokkal foglalkozom, és azért a utolsó edzésen mondtam nekik, hogy szeretném, hogyha zugna a hajrá. Hát ez így is történt, úgyhogy nagyon, nagyon cukik voltak. Most már nekem kell, majd vasárnap versenyeznek. Most indulnak, csomóan most indulnak életükbe először a versenyen, úgyhogy most vasárnap majd én fogok nekik szurkolni, végig biciklizem velük a távot. És most ugye a fiat kim van a pályán, tegnap nyert magyar bajnokságot párosban, most egyénibe, azt látok, hogy nagyon rutinos, mert nyilván aputól anyutól, amit lehetett, azt ellesett, azt megtanult, de ilyenkor most jobban izgulsz, mint a saját versenyedben? Igen, nagyon izgulok, elsősorban nem helyezésbe gondolkodom, hanem hogy amit ő eltervez, az sikerüljön, ugye ez maratoni, itt azért mindig előfordulnak technikai hibák, vagy lehetnek, előfordulhatnak technikai hibák. Azon izgulok, hogy ne emiatt menjen el a verseny, hanem egy jó kis verseny legyen, és aztán úgy alakuljon, ahogy ő szeretné. Egyet több bajnoki címed van, megérni kamerát, Zolina. Hurrá, ez egy jó ír! Örülök neki. Tegnap találkoztunk fenn a toronyba, aztán beszélgettünk, kérdezte, hogy indulok-e, mondom, természetesen, úgyhogy gondolom, hogy ő is számon tartja, úgyhogy innen üzenem neki, hogy lemaradt.